Sziasztok! Itt vagyok a TV2 vetítőtermében, ahol hamarosan megnézhetem a Sztárban Sztár leszek első adását, emellett beszélgetek a zsűritagokkal és néhány versenyzőjelölttel is. Nézzük, mit mondtak! Sziasztok, Borsányi Dani vagyok, 28 éves, Budapesten élek és színészként dolgozom. Sziasztok, Cigány Judit vagyok, 28 éves és Budapestről érkeztem. Tasnádi Bence vagyok, sziasztok. Budapesti vagyok, Budapesten élek. 2012-ben diplomáztam, színészként dolgozom a Katona József Színházban a Ferenciek terén. Miért jelentkeztél a műsorba? Hát ugye, mivel színházban dolgozom, ezért kicsit így adott volt ez a dolog, hogyha van egy ilyen műsor, és most megnyíltak a kapuk, hogy lehet civilként jelentkezni, akkor meg kéne próbálni. Elég alaposan nyomon követtem az elmúlt évadokat, és mindig úgy néztem, hogy úristen, de jó lenne egy ilyen műsorba szerepelni, és most megadott ott a lehetőség. Hogy egy kicsit a szóló karrierem, mert építsem. Elindul, hogy szóló karrierem, mert építsem. Azért, mert 7 éve a pályán vagyok, és úgy érzem, hogy csak egy szűk réteg az, aki színházba jár, és szerettem volna nyitni a szélesebb közönség nyilvánosság felé. A zsűritagok közül kitől féltél a legjobban? A legjobban? A Zolitól. A Zolitól, azt hiszem, mert ő is színész, és azt gondoltam, hogy talán neki van a legélesebb szeme ebben a műfajban. Megkérdeztem a versenyzőket, és mind azt mondták, hogy tőled féltek a legjobban. Ugye szerinted miért van? Hát a hírem az ilyen, nem tudom, valahogy eddig a műsorok valahogy úgy lettek összevágva, manipulálva, hogy én egy ilyen szigorú, szörnyű, maximalista, nem tudom, valakinek tűntem. Most lehetett látni, hogy valójában egy kis érzékeny, mimóza lelkű valaki vagyok. Az erős elvárásaimat sokszor vetítem ki a környezetemre, és ez nem feltétlenül volt előnyös a múltban, tehát én is változom, és azt gondolom, hogy például ezt be kell látni, hogy nem kell mindenkire rárakni ezt az iszonyú erős súlyt, főleg a szakmája elején egy kicsit elnézőbbnek, kicsit engedékenyebbnek kell lenni, és akkor sokkal több mindent el lehet érni. Milyen szereplőket keresel szerinted? Milyennek kell itt lenni egy versenyzőnek? Hát mindenképpen szorgalmasnak, alázatosnak. Ez a legfontosabb, hogy szorgalmas és alázatos legyen, és szeresse, amit csinál, szívből csinálja a produkciókat, mindenben találja meg egy picit önmagát is, amellett, hogy hozza az eredeti előadót. Szerintem ez a legfontosabb, de tényleg, hogy szórakozva szórakoztasson. Engem ez érdekel. Pontosan tudom, milyen érzés magas sarkúban, harisnyában táncolni, tipegni, topogni, most már, amikor ezt mondom, minden barátom kinevet. De tényleg tudom, hogy milyen érzés ez, és egy életre megtanultam benne járni is. Szóval le a kalappal a hölgyek előtt. Azt gondolom, hogy ez a feladat az egyik a legkomplexebb feladat. És igenis bele kell menni, igenis vállalni kell, nagyon nagy bevállalással. Nem szabad megfutamodni semmilyen feladattól, de aki idejött a Sztárban Sztár színpadára, az vállalni fogja. Én nagyon szívesen lennék csaj egyébként, úgyhogy jelmez, maszk, paróka, nagyon benne lennék. Az, hogy hangilag mit tudnék kihozni egy női előadóból, az nyilván az előadattól is függ, de én szeretném rázni, kipróbálnám egyszer.